Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A következő, mint egy fél órában Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház a vendégem, és természetesen arról fogunk beszélgetni, hogy mi várható a közeljövőben, hiszen a koronavírus járványt követően megkezdődött a munka, mi is ott jártunk egyébként, tisztelettel köszöntelek. Én is, és a kedves nézőket is. És ott volt egy csodahölgy, egy legenda. Ő Shirley, valóban az. Shirley Essebum, aki balettréninget tartott. Róla tudni kell, hogy ő Hollandiában született, és a Hágai Királyi Konzervatóriumban végezte tanulmányait, és karrierjei során fantasztikus emberekkel dolgozott, többek között Jirzsi Kiliánnal. Miközben erről beszélünk, mielőtt, nézzük meg azt a nagyon-nagyon rövid, hiszen arról kérdeztem őt, hogy milyen impulzusokat szerzett a közös munka során itt Székesfehérváron. I think it's very, very important that people come to see contemporary art in the theater. Rendkívül fontos, hogy a kortárs táncot a közönség is elfogadja, mégpedig élőben, mert az élő előadást semmi nem pótolhatja. A táncművészet abszolút stimulálja az emberek kreativitását, és egy kortárs táncszínházi előadás rávilágít arra is, hogy mi történik és milyen folyamatok zajlanak a világban, és teszi ezt a művészet erejével. Mivel az együttes művészállománya nemzetközi összetételű, ez azzal is jár, hogy nagyon sok kultúra összegeződik itt egy társulatban. Ettől válik érdekessé és izgalmassá, releváns és esélyt ad arra nézve, hogy ez az együttes vigye a város kultúráját más országokba is, hiszen ez az együttes, ahogy én megtapasztaltam, rendkívüli művészi színvonalon működik. Nos, hát ennyit röviden. Azt tudni kell, hogy Egerházi Attilával már dolgozott együtt koreográfus asszisztensként, illetve balettmesterként is, és most eljött egy kicsit hozzánk. Ő nem az első, tegyük hozzá. De ugye az imént Jirzsi Kiliánról beszéltünk, a világhírű cseh koreográfusról. Hogy kerül ő képbe ebben a történetben? Igen, előbb említetted, hogy többek között Jirzsi Kiliánnal, én ezt egy picit kiegészen, nem többek között, elsősorban Jirzsi Kiliánnal, hisz valóban ő nagyon sok koreográfussal dolgozott együtt a Holland Táncszínházban, a világvezető táncszínházának tekinthető. Ennek a nevét és rangját Jirzsi Kilián, cseh származású koreográfus, művész és balettigazgató teremtette meg. Ő 25 évig vezette és vitte sikerre ezt a társulatot, és Shirley Essebum 16 évig volt a szólista ennek a társulatnak, ahol nagyon sok más koreográfussal is dolgozott, hiszen a szellemisége hasonlóan, ahogy én képzelem el a repertoárépítést, az volt a mesternek, hogy minél több koreográfussal is dolgozzon az ő munkái mellett, de természetesen ő volt a vezető koreográfusa a társulatnak. És mert említetted, hogy az apropója, hogy miért volt itt a Shirley, nagyon sok minden, én 5 balettet készítettem vele, ő volt a koreográfus asszisztensem. Többek között majd beszélünk a Hattyúk Taváról annak is, meg ami már volt a Róma és Júliának, meg a Kafkának is. De az apropója az, hogy szeretnék bemutatni Jirzsi Kiliántól, a mestertől egy mesterművet, az Umballó címet, ez egy csodálatos balett, Magyarországon még nem mutatták be. Másnak tudtommal, és jól tudom, nincs a repertoáron más hazai társulatnak Jirzsi Kilián mű, kizárólag a Magyar Nemzeti Balettnak, de ez a darab nem szerepel, az Umballó, és ezt szeretnénk jövőre bemutatni, és a Shirley azért volt itt, mert egyrészt ő lesz majd a betanító balettmestere, és ő referál Jirzsi Kiliánnak arról, hogy azon a művészi színvonalon van-e a társulat, hogy eltáncolhatja ezt a darabot, de mint hallottuk, igen. Ezt igent mondott. Jól gondolom, hogy ez egy következő lépcsőfok és megerősítés. Ez egy nagyon nagy lépcsőfok. És igen. Megerősítés is egyben. Hát egyértelműen. Mint ahogy az is megerősítés, mi és mielőtt az évadról beszélnénk, egy fontos bejelentést tett Lernár Zsolt kultúráért felelős alpolgármester, hogy végre igazi otthonra talál a balettszínház a Vokéban. Ez igen. Még a jövő, de azért ez már folyamatban van, ez nagyon nagy boldogság számunkra, mert ugye az irodák a Szabadságharcos úton vannak, és a Vokban, hasonló nevű, mint a Voka, csak egy betű hiányzik belőle, de minőségben nem összehasonlítható a kettő, ami vár ránk.
a művészi állomány, a művészi munka pedig ott folyik. Hát ez nagyon nagy távolság, nekem balettigazgatóként ez beingázni naponta többször, nagyon nagy logisztika, nagyon nem, meg nem egészséges, nem jó. Így balettársat nem is működik, de mi nagyon örültünk, hogy tudtunk működni. Most úgy néz ki, hogy felújításra kerül a Népfőiskola, ezt megkapta, egy nagyon jó megállapodás született a fenntartónkkal, és ennek tükrében, ha ez elkészül, ez a felújítási munkálatok a Vokéban, akkor ha minden jól megy januárban, már oda tudunk költözni, és ott tudunk próbálni. És Rögvest jön, most már ígérem, de előtte még azért beszéljünk a Mozdulyfehérvárról, lezárult ez a program, rendkívül népszerűségnek örvendett. Én azt hiszem, hogy ez példa volt arra, hogy miként lett, hogy a beszállókártya, a ráhangolódás, a beavatás és a tánclabor egyaránt teljesítette az elvárásaidat, amikor kigondoltad ezt? Abszolút. Tehát a programok nagyon nagy érdeklődéssel és nézettséggel, illetve részvétellel zajlottak. Az online részvétel az meg se ítélhető, igazából az még nagyobb volt, mert online is történtek ezek a programok, illetve személyesen. Az, hogy ennek még milyen hozadéka van, az a jövő zenéje, hiszen azért nem titkolt célja az, hogy ismertté tegyük a városban, a város kulturális intézményeként működő Székesfehérvári Balettszínházat. Most már egyre többen ismerik meg, de még mindig nem annyian, hiszen még mindig nem tartunk annyi kellő számú előadást, amennyi segíthetni ezt a minél hamarabb való ismertséget. Ezért ilyen programokkal is megpróbáljuk ismertté tenni, hogy aztán akik részt vettek ezeken a foglalkozáson bármilyen formában is, vagy bármelyiken is, talán érdeklődéssel tekintenek ránk, és eljönnek és megnéznek majd a Vörösmarty Színházba valamelyik előadásunkat. Annál is inkább, mert hogy kilépünk az online térből, hála Istennek mindennek rendelt ideje van. Én azt hiszem, hogy a szeptember az már úgy kezdődhet, mégpedig az Aladdinnal. Ez egy csoda dolog volt, hiszen láthattuk már, de én azt hiszem, hogy érdemes megnézni. Szeptember 28-án és 29-én lesz, 15 és 19 órakor, tehát minden korosztály számára abszolút elérhető. Beszéljünk egy kicsit az Aladdinról. Hát igazából nem én vagyok az autentikus személy, hiszen nem én követtem el ezt a táncjátékot, ha szabad így fogalmazni, hanem Nemes Zsófia vendégkoreográfusként is egy nagyszerű darabot készített, ami nem kizárólag az ifjúságot szólítja meg, hiszen az Aladdin az mindannyiunk kedvence. Én azt gondolom, hogy nagyon sok felnőtt jó maga, mi szeretünk rajzfilmeket nézni, hiszen a képi világával, sokszor a metaforájával olyan világba repít el minket, ami más műfaj nem, vagy nem úgy képes. Nyilván ez nem egy rajzfilm, de a témája miatt kapcsolódhat a rajzfilmhez. Ez egy önálló táncszínházi mű, nagyon fergeteges, nagyon látványos, és minden korosztálynak szól. Október úgy kezdődik, amivel kellett volna már kezdenünk réges-régen, hogy az online téren felül megláthatjuk a Phantom Fájdalom című táncdrámát. Ugye a Trianonról szól, nagyon sokat beszélgettünk, volt szerencsém beszélgetni erről Elsimon Lászlóval, aki a librettót írta, a szöveget, Kocsák Tibor zenéje, és te magad koreografáltad. Fantasztikus darab. És végre láthatjuk. Nagy boldogság ez nekünk. Ennél fontosabb nincs. És hadd tegyem hozzá, mielőtt erről azért beszélnénk egy kicsit, hogy az is külön öröm számomra, hogy a határon túlra is eljut ez, mert az valljuk meg, hogy itt Magyarországon belül és a határon túl is fontos történet. Érintettek vannak a határon túl is. Ez sem, ugye a darabról azt kell tudni, hogy nem volt célja az, hogy egy történelmi pannót állítson. Nem történelemmesélés, hisz azt mindannyian tudjuk, ha más nem a tankönyvekből, hanem a művészet erejével felmutatja azt a hatásmechanizmust, amit egy ilyen, hát szerencsétlen vagy diszkriminatív döntés eredményez egy nemzetre, avagy a nemzet ugye emberekből áll egyéni sorsokra. Mert azt nagyon nehéz átlátni az egész erdőt, de az erdő fákból áll, és egy fa sorsa is az erdő sorsa. Tehát itt a fára zoomoltunk rá, egyéni sorsokra, egy dupla Róma és Júlia történet, persze nem jó hasonlat, de egy szerelmi dráma, amit keresztül vág ez a trianoni döntés, és egy igazi pergő tánc, dráma született.
annál is inkább, hiszen Aponyi Albertet nem lehet folyamatosan citálni, a Kortárs Táncszínház kedvelőjelé pedig semmiképpen sem. Arra ott van a Trianon című darab, azt is láthattuk. Hogy miért is mondtam, hogy fontos a határon túli területeken, de hát ugye először eljut Szarvasra, a Vízi Színházba, az egy óriási lépcső. Nemzeti Táncszínház lesz Budapesten, Békés Csaba, Szolnok, és közben pedig Kolozsvár. Igen, ezekből már volt, ami megvalósult, említetted Szarvast, a Vízi Színház, ami egy csodálatos, igen, hely, csodálatos helyszín, és majdhogy nem telt házzal, nagyon nagy nézőt, 1000 néző fér be. Nagyon nagy sikerrel játszottuk, nagyon sokan oda jöttek a nézők közül gratulálni, és mondták, hogy nem is gondolták, hogy a Táncszínház ilyen élményt nyújt nekik, és így megérinti őket, és hogy így lehet, ez volt mindenkinek az a félelme, hogy akkor majd érteni fogjuk a darabot, oda jött egy néző előtte, és megkérdezte, hogy érteni fogja, hát mondom, nagyon nagy baj lenne, a szövegkönyvből kéne elmesélni. Nagyon nagy sikere volt, tegnap volt a budapesti bemutatója a darabnak a Nemzeti Táncszínházban. Ott is nagyon nagy sikert arattunk, és nagyon bízom abba, hogy október 1-én hamarosan a Vörösmarty Színházba végre hazahozzuk a Fantom fájdalmat, és bízom benne, hogy minél többen eljönnek megnézni az előadást. Mi történjék, én pedig a kolozsvári előadásra vagyok. És bocsásson, egyet elfelejtettem, ahol nagyon nagy sikere volt a darabnak, és teltházzal játszottuk, az Kaposvár. Kaposvárra már elvittük, ezt elfelejtettem. Mert a Kolozsvári Állami Magyar Színház egy üde színfoltja mindenképpen a határon túli magyar színház életnek, tehát én pedig azt várom, majd a visszajelzésekről beszámolunk, azt ígérhetem. No, még mindig októberben vagyunk, hatjuk tava. Széttárom a karom. Erről beszélnem kell, röviden, tömören. Erről beszélnem kell azért, mert a Hattyúk tava tipikusan olyan balett, ha nem is, ha valaki ezt a szót meghallja, balett, Hattyúk tava. Még a Zsizel, de Hattyúk tava. Na, azt szeretném elmondani, hogy a Székesfehérvári Balettszínház elsősorban színházat művel. Nem klasszikus balett. Így a darabunk se, a repertoárunk se tartalmaz klasszikus balettet. Ez teljesen más struktúrájú társulat kell. Egyetlen ilyen van az országban, az a Magyar Nemzeti Balett. Viszont klasszikus balett és kortárs táncra épül a nyelvezet. Ez egy teljesen új felfogása a már ismert történetnek, ha úgy mondom, más megvilágításba helyezi Siegfried történetét, teljesen egyedi a dramaturgiája. A zene az Csajkovszki, az egy olyan örökzöld, nem klasszikus az én szememben, és nem kortárs, az egy örökérve, mint Johann Sebastian Bach, az egy fantasztikus elementális mű, ez a zenei szövet, és egy teljesen új feldolgozásba, új formanyelvvel, új formavilággal, egy tánckrimi, egy igazi, izgalmas történet. A Hattyúk tava természetesen hattyúk vannak benne, de nem úgy, nem tütőbe, természetesen rotbár van benne, de nem úgy, és még sorolhatnám, tehát akik már ismerik, vagy averziójuk van, vagy előítéletük adott esetben lehet ilyen a Hattyúk taváról, bátran ajánlom nekik, nézzék meg, mert egy teljesen új produkciót fognak látni. Nyilván ez teljesen más impulzusok érik az ember fiát. Igen. Tehát csak jó erre felkészülni nyilvánvaló, de nincs kétségem felőle, hogy ez olyan lesz, mint a többi kortárs táncszínházi előadás. Tehát már itt az ideje, hogy megtanuljuk. Már mégiscsak eltelt 3 esztendő. No, és akkor most itt vagyunk novemberben, ahogy elkezdtük tulajdonképpen, hiszen november 15-én lesz a Pillangók. Igen, így van. Ez egy 3-1 felvonásosból álló táncmű. Itt azt kell, erről azt kell tudni, hogy a Pillangók címet az egyik darab, ami majd el fog készülni, ez egy ősbemutató lesz, ezt én magam készítem a társulat számára. Lesz még egy mű tőlem, ami már egy régebbi darab, de Magyarországon még nem játszottuk ezt, a South Bohemian Ballettnek készítettem egy táncköltészet, Zero Gravity, tehát a címe Nulla Gravitáció, és lesz egy nagyon-nagyon értékes produkció még ebbe a kánonba, az pedig a Lukás Timulák, aki szintén a holland műhelyből jött, tehát ahonnan Shirley Essebon, ő ott volt táncos, most már a világ egyik vezető koreográfusa, őt nagyon sokan hívják különböző társulatokhoz, operaházakhoz és kisebb társulatokhoz, tehát Lukás Timuláknak az egyik darabját fogjuk játszani, angol címe van, nem tudom, majd lefordítjuk-e magyarra, mi gondolkozunk a költői fordításon, In Between, közte,
és ez a 3-1 felvonásos lesz, a Pillangók címet viseli az est november 15-én. Egy kicsit szaladjunk előre, bár fogunk beszélgetni azokról a darabokról, amelyek repertoáron maradtak, de 2022 április a különös. Én azt gondolom, hogy bár Budapesten lesz, de mindenki számára egy különleges nap lesz a bemutató, már csak azért is, mert a Bartók Fesztivál vendége lesz Boban Markovicssal. Boban Markovicsot imádjuk. Én nem kevésbé, és mióta megismerkedtünk, hát nagyon jó barátság alakult ki köztünk, és művészi kapcsolat, nagyon lelkes volt, hogy ő már nagyon sok mindent csinált, de olyat még nem, amire most készülünk. Lehet nevezni szenírozott koncertnek, de annál több, lehet nevezni táncszínházi műnek élő zenével. Hát Boban Markovics Erezdel a hajam zenéje, nagyon mélyen gyökerező, elementáris világzenéje, az engem már nagyon régóta inspirál. És a hazánk egyik legrangosabb fesztiváljának tekinthető a Bartók Fesztivál, a MIPA-ba lesz, meghívást kaptunk rá, a mű félig már kész van egyébként. Dolgozunk rajta, és nagyon nagy vállalkozással nézünk előbe, hát természetesen élőben játsszuk Boban Markovicsékkal, és nagyon nagy szándékom és tervem, hogy ezt a darabot így Bobánékkal együtt elhozzuk Székesfehérvárra, és bemutassuk itt hazai közönség előtt is. Várjuk már nagyon, mint ahogy azt is, hogy a repertoáron szereplő, az eddig is szereplő három klasszikust is láthassuk, hiszen a Carmen, a Romeo és Júlia és a Diatörő egyaránt az. Beszéljünk ezekről a darabokról, hiszen azért ezek bizonyították, hogy a székesfehérvári közönség, illetve az ide látogatók általában azért szép lassan hozzászoktak a kortárs táncszínházhoz, mert itt a klasszikusokon lehet igazából lemérni. Pontosan, pontosan. Ez egy nagyon fontos elem, amit most említesz a tudatos repertoár építésnek, hogy mindig legyenek cselekményes balettek, amik adott esetben visszanyúlnak klasszikus témára, vagy zeneileg, vagy a történet tekintetében, és legyenek táncversek irodalmi hasonlattal élve, amik nem cselekményes balettek. És ezek, amiket említettél, Diótörőt 5 alkalommal fogjuk játszani szintén a Vörösmarty Színházba idén, és jövőre szeretnénk, hát természetesen tárgyalásokat kell folytatni ez irányba majd a Vörösmarty Színházzal, de nagyon szeretnénk felújítani és játszani a Római Süliet, hiszen nagyon kevésszer játszottuk, és ez egy nagyon nagy produkció, nagyon sok munkája van benne a társulatnak. Nem szeretném, hogy ez a sok munka, ez csak egyszer-kétszer játsszuk el. Ezt szeretnénk majd valamikor a Valentin nap környékén játszani, a Carmen estet is szeretnénk játszani, ezt egyébként visszük majd Budapestre is, amiben megint csak egy külföldi koreográfus műve is van, és egy világhírű koreográfus Alexander Ekman személyébe, a Carmen mellett ugye. Úgyhogy nagyon sok tervünk van most, hogy így kiszabadultunk a Covid szorításából. Beszéljünk a csapatról. Azt tudjuk, hogy a mag, a vezetőtáncosok maradtak, így nem van. Különben, viszont érkeztek hárman is újak, Kiara Malavázi, Eva González Buendia és Elinor Ostrovsky, illetve gyakornokok. Beszéljünk erről a három művészről, illetve a gyakornokokról külön, mert azt gondolom, hogy ez példa arra, hogy miként lehet építkezni tudatosan. Így van. Hál' Istennek a hazai és nemzetközi táncéletben nagyon egyre jobb híre van a társulatnak, illetve hát eljut a hírünk, és nagyon keresettek vagyunk a táncművészek köreibe. Majdnem 400-an jelentkeztek az auditionre, 3 táncművésznek tudtunk adni státuszt, lehetőséget. Nekem mindig nagyon fontos, hogy egyéniségek legyenek a táncosok. Én egyéniségeket keresek, táncszínészeket. Mind a 3 kiváló egyéniség. És különbözőek egymástól. Hát úgy lehet igazán színházat csinálni. Különböző karakterek, viszont nagyon magasan képzett táncművészekről beszélünk, ami szintén kritériuma, hogy hozzánk kerüljön egy táncművész. Úgyhogy abszolút felvették a tempót, a ritmust, beilleszkedtek a repertoárba, most már előadást csináltak velünk, ugye Kaposváron is, Budapesten is. Most már dolgozunk a Hattyúk Taván velük, hát olyan, mintha velünk táncolnának már legalább 2 éve. Ugyanakkor jó hír a gyakornokok érkezése, amennyire tudom, több százan jelentkeztek. Azért ez nagyon sokan, így van, nagyon sokan. Megint csak megerősítés. Hát mert ez egy műhelynek tekintendő számukra, és nekem mindig fontos volt a pályám során, és most is az, hogy táncosokat neveljek. Még akkor is, ha nem a saját társulatunk számára. Mert akkor is viszi a jó hírét a társulatnak. Világos. Hogyha ő a CV-be, az életrajzába beírja, hogy ő itt volt gyakornok, és itt tanult. De nem csak ezért, hanem azért, mert jó adni.
nagyon jó adni, és azáltal, hogy tanítunk, hogy tanítok, azzal én tanulok a legtöbbet, és azok, akik kollégáim balettmesterek is tanulnak a legtöbbet, és abból megint csak az együttes profitál, természetesen a gyakornok is, aki nálunk szakmai tanulmányt folytat, és bizonyos darabokban, amit nagyobb létszámot igényel, például Hatjuk Tava, vagy a Fantomfájdalom, akkor ők beállnak, és szakmai gyakorlatként táncolnak az együttessel. Most már csak abban bízunk, hogy nem lesz negyedik hullám. Én bízok. Vagy ha lesz, nem olyan erő, nem olyan cunami. Nem cunami, csak egy kisebb hullám, ebbe bízunk. Nos, hát akkor a végén keretbe zárva a történetünket, invitáljuk meg a szeptember 28-ai előadásra, hiszen Aladdin és az ő lámpása az mindig nagyon fontos, és talán egy kis világot ad nekünk. Az nagyon fontos elmondani, hogy valaki eljön megnézni az Aladdint, vagy a Fantomfájdalmat. Én azt javaslom, ez a ne legyen letudva, ugyanis ezek annyira különbözőek egymástól, ezek a művek. Nyelvezetébe is, formavilágába is, tartalmába is, történetébe is, zenébe, mindenbe. Szenikum, kosztüm, világítás. Tehát érdemes mind a hármat megnézni, tehát az Aladdint is, a Fantomfájdalmat október 1-én, vagy a Hatjuk Tavát október 19-én, mert teljesen mást élményt kínálnak. Történjék így. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a Balettszínház idei évi repertoárjáról beszélgettünk, vendégem Egerházi Attila igazgató volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, ne feledjék, várja önöket a Balettszínház. Minden jót, viszontlátásra!